Ketté törte a faltörzsét a hatalmas erővel becsapódó autó, pedig addigra már veszített a sebességéből. Az ütközés előtt az út bal oldalán található árok partjának csapódott a kocsi, majd ezt követően vágódott neki a fatörzsnek. A járműben ketten utaztak, egy családtagjai mindketten szörnyet haltak. Az autóban ketten utaztak egy 43 éves szekszárdi nő és 16 éves lánya. Mindketten olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínen életüket vesztették. A Fald és Gerjen között baleset az ő kocsi az ütközés előtt szinte biztos, hogy jóval a megengedett legnagyobb sebességet átlépve haladt. A fiatal lány már valószínűleg az első ütközés után kirepült a járműből, még mielőtt az autó a fának csapódott volna. Az autó utasa nem használta a biztonsági övét, ezért több mint 100 méterre repült az autótól. Hogy pontosan mekkora sebességgel haladhatott az autó, amiben anya és lánya hunytak el, azt egy későbbi vizsgálat tisztázza majd.